Sziasztok! Ebben a videóban a törvényhozói hatalomról és a szlovák választási rendszerről lesz szó. Mi is az a törvényhozói hatalom? A társadalom életére és az állam működésére vonatkozó legfelsőbb szintű döntéseket az államok parlamentjei hozzák, a törvényalkotás által. Ezek a parlamentek lehetnek egy vagy két kamarásak ami azt jelenti, hogy egy vagy két házból álló testületről van szó. A törvényhozói hatalmak országonként eltérő a neve. A, ami az egyik országban parlament, az például Franciaországban országgyűlés, Duma Oroszországban, Diéta Japánban, és kongresszus az Amerika Egyesült Államokban. Szlovákia egyetlen alkotmányozó és törvényhozó szerve a Nemzeti Tanács. A Szlovák Nemzeti Tanács az államhatalom szerve. Választott testületként az állam és a nép szuverenitását képviseli. Jelentős szerepet játszik a Szlovák köztársaság modern, és demokratikus államként való felépítésében. A Nemzeti Tanács tagjai általános, egyenlő és közvetlen választójuk alapján titkos szavazással választják az állampolgárok. A képviselők száma 150, a hivatali időjük pedig négy évre szól. Legutóbbi választásokat Szlovákiában 2023. szeptember 30-án tartották. Az irányzmer szociáldemokrácia nyerte a választásokat, a leadott szavazatok 22,9%-át megszerezve, ami 42 parlamenti mandátumot jelentett számukra. Peter Pellegrini pártjának 27 mandátumot sikerült szereznie, míg a szlovák nemzeti pártnak 10 képviselőhely jutott, ami azt jelenti, hogy a SMER, LASZ, SNS 3-as koalíciónak 72 képviselője lett a 150 fős pozsonyi törvényhozásban. Ami az érdekesség, hogy az Alianci, Szövetség nevezetű párt, amely a szlovákiai magyar szavazók számára létrehozott párt volt, nem sikerült a 5%-os küszöböt megugrania. A Nemzeti Tanács hatáskörrel következőkre oszlik jogalkotás, ellenőrzés, hatáskör az állami szervek megalakulása terén, és hatáskör a bel- és külpolitikai területeken. A tanács állandóan ülésezik, és az ülések az nagyjából kettől péntekig tartanak. A nemzeti tanács ülései nyilvánosak, bár zárt ülésről is lehet példa, és annak részét vagy teljesen zárt ülés akkor lehet tartani, ha az olyan ügyekről van éppen szó a parlamentben, amelyek állami, hivatali, üzleti titoktartás alá tartoznak, vagy ha külön törvény így rendelkezik, illetve még abban az esetben lehet, ha a nemzeti tanács tagjai 350-ös többséggel így határoznak. Most meg beszéljünk a szlovák választási rendszerről. A választójog a választási rendszer része. A választójog a polgárok közügyekben való aktív részvételéhez kötődik. A választásokat általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján tartják. A választójog lehet aktív és passzív. Aktív választójog az azt jelenti, hogy minden 18. életévet betöltött állampolgár élvezheti. A választójogot nemre, fajra való tekintet nélkül minden olyan állampolgár élvezheti, aki állandó lakóhelyen rendelkezik a Szlovák köztársaság területén. A passzív választójog pedig a választhatóságot jelenti, ami a betölteni kívánó pozíció függvénye, hogy milyen korhatárt igényel. A választhatóság kor mellett szintén a szlovák lakóhelyhez kötött. Például egy képviselő esetében a szlovák nemzeti tanácsban akkor lehet, hogyha valaki betöltötte a 21. életévét, köztársasági elnök vagy az alkotmánybíró esetében pedig az a személy jelölheti magát, aki betöltötte a 40. életévét.